Úristen, de szép reggelünk van! Nos, mi van itt? Mi van itt? Mi a helyzet? Miért nincs itt semmilyen cucc? Hova tűntek a cuccaink? Miért vannak? Ha, biztos valamelyikük elvitte. Na jó van, szerintem egy kis reggeli fürdés belefér, meg minden ilyesmi. Nagyszerű. Már is ráfrissültem. Nos, mi a helyzet? Hol van kis meg Husi? Jövő kis, azt gondolom elment szokásan húsboltot rabolni, de Husi hol van? Hova tűnt Husi? Soha nem szokott elkobrolni. Husi? Husi? Reggeli? Vagy valami? Nem látom sehol. A cuccok is eltűntek, szóval lehet, hogy Husi elvitte magával. Miért vitte volna magával a cuccokat Husi? Nem tudom, eléggé érdekes. Na mindegy. Igazából valami posta jött. Ó, viszlát, Dani. Kaptam valami levelet. Ki ez? Ez Husi írta? Ez Husi írta? Miért kaptam egy viszlát levelet Husitól? Nem tudom, elég érdekes, de hát mindegy, megnézzük. Viszlát, elmentem, elegem lett mindenből, szóval leléptem. Mi van? Ez Husi írta? Miért írt ilyet Husi? Ez tudja, hogy kamu. Nem, ezt Husi írta tényleg. Viszlát, elmentem, elegem lett mindenből, szóval leléptem. Elege lett mindenből, és elvitte a cuccainkat? Komolyan? Legalább a cuccainkat itt hagyta volna, hát nem át. Hát komolyan. Na jó, oké, muszáj megtalálnunk valahogyan. Jézusom, hogy mindig valamelyiknek eszébe jut valami butaság, amit, na mindegy. Jól van, nem baj, srácok, hát akkor úgy tűnik, hogy most Husit kell megtalálnunk, ugyanis elment világá. Viszont, hogy esetleg ti akartok nekem segíteni, akkor mindenféleképpen ezt meg tudjátok tenni egy lájkkal és egy feliratkozással, szóval nyomjátok ezerrel ezeket a gombokat, hogyha akartok nekem segíteni, hogy megtaláljak Husit, és hát, ja, sok sikert nekem, vagy nem tudom, és írjatok le kommentbe, hogy szerintek meg fogjuk eltalálni. Szóval, Mónika, jó napot kívánok, esetleg nem tudta, jó napot. Jó napot, esetleg nem láttam, merre ment a macskám Husi? Hogy nézett ki ez a macska? Hát, ilyen narancssárga, kék szeműféle, a szája elszökött. Hát, nem igazán láttam egy macskát se erre menni. Nagyszerű. Tud beszélni is, esetleg ez nem mond valamit? Nem, egyáltalán nem láttam egy macskát se erre fele. Nagyszerű. Jól van, hát azért köszönöm. Akkor viszlát. Viszlát. Na jól van, oké. Itt van még Virág, akit talán megkérdezhetünk, talán ő kicsikét többet tud nekünk mondani. Legalábbis nagyon bízok benne. Jó napot, kívánok! Ja. Hello, az a helyzet, hogy eltűnt a macskám, narancssárga volt, meg ilyenek. Nem tudja esetleg, hogy hova ment? Hát itt voltam benne egész nap a házba, szóval nem igazán láttam erről semmilyen macskát. Oké. Sajnálom, de nem tudok segíteni. Jól van, nem probléma. Miért volt kistek a feje a ládájában? Amiről beszél? Maga elég beteg. Jó, oké, viszlátsz. Jézusom, miért van itt kisnek a feje itt a ládában? Jézusom, na jó van. Sziasztok, srácok, egy kis... Na jó, oké, most ez nem alkalom a szórakozásra. Most meg kell találnunk Husit. Jó, ott van még Anna, akit talán meg tudunk kérdezni. Hát remélem, hogy ő talán tud valami választ adni. Jó napot, Anna, hello. Hello. Esetleg nem tudna nekem bármilyen segítséget adni. Eltűnt a macskám, elmenekült, elszökött, nem tudom. És meg kéne találnom, nem lát esetleg narancssárga és kékszem is tud beszélni. Valamár a korán felül láttam, hogy futott valami narancsárga cucc, nem tudom. Cucc, oké. Rendben, oké. Gondolom, akkor az az ön macskája volt. Lehetséges, ez is nagyon nagy segítség. Köszönöm szépen, viszlát. Látja, hogy tudok kutya lenni? Wuff, wuff. Na, viszontlátásra, köszönöm Lisa. Szépen nagyon. Oké, srácok, na szóval egy bizonyos rejtélyünk már, vagy nyomunk már van, hogy a kórház felé szaladt, szóval eléggé valószínű, hogy sajnos elszökött ezek szerint, vagy üldözték. Ki tudja, bármi megtörténhet, szóval én azt mondom, hogy menjünk akkor el errefele, és hát reméljük, hogy nem tudom, gondolom, nem a kórházban van, szóval azt mondta, hogy a kórház fele, szóval valamelyre erre kell menni, ott egy ház. Lehet, hogy esetleg az a ház lenne az? Nem tudom, meglátjuk, mindjárt kiderül, hogy vajon oda menekült-e el, vagy sem. Valaki! Jó, hallom, hogy valakit kéreget? Valaki pénzt, vagy kaját! Ujjaj, ez nem úgy történik, ahogy kéne. Jó napot! Jó napot, hello! Husi, te mit keresel itt? Megköszönhetem úgy, hogy jó napot. Hát azért, mert nem tudom, miért vagy te itt? Miért jöttél ide? Mert elment a motorom, mindenki bántott, sose vittetek sehova, és megúltam. De csomószor elvittünk mindenhova. Hát kis is folyamatosan bántott. Jaj, már Husi, na tessék, itt van egy kis pénz. Ha már úgy csórogatsz, vagy nem tudom, akkor már úgy legalább jön. És ez az új házad? Aha. De menő, miért van itt kettő ágy? Hát nem tudom, ha jön valaki, akkor befogadom.
Ja, értem. Jól van, hát... Nem tudom, hogy húsi, most ezt tényleg miért csinálod? Miért kellett elszökni, vagy nem tudom. Éhes vagy legalább? Uh-huh. Na, egy kis húst kérsz? Jó, akkor fogjunk neki halad, gondoltam, hogy nem lesz neki jó hús. Na, de húsi, én megpróbáltam neked tényleg mindent megtenni. Szerintem csomó kaját kaptál. Próbáltunk veled lehető legjobban viselni. Most az, hogy kisek néha gonosz veled, azzal most nem tudom, mit csinálni. Néha. Uh-huh. Jó, általában. Mindig. Sokszor szivat téged, de hát most ezt kettőtökkel kell megbeszélni, ezzel tényleg nem tudok mit csinálni. És ez volt az egyetlen megoldás, hogy te elszöksz otthonról? Hát igazából észre se vettétek volna, ha nem írok levelet szerintem. Hát, de biztos észrevettük volna. Hát úgy keltem fel, hogy te hol vagy. Na most ne szívassál már. Na, tessék, ott van a halad. Elég lesz? Uh-huh. Jól van. Na, szóval, húsi, hogy billeg téged rávenni arra, hogy haza gyere? Ha kis megneveled, akkor talán haza megyek. Ha kis? Ha mi? Ha kis megneveled, akkor talán haza megyek. Megnevelem? Hát hogy neveljem meg azt a kutyát? Megmondod neki, hogy... Maradjon meg magának, és hagyjon békén. Hát jó, de azért ez eléggé nehéz lesz. Azt te is tudod szerintem. Nem baj. Hát... Képes vagy rá. Jó, figyelj, megpróbálom megtenni, ami tőlem telik, de igazából... Azokon lehetetlen kérsz tőlem. Nem tudom egyszerűen megnevelni, sehogy sem. Hát majd valahogy megoldjuk, de akkor ígérlek, hogyha valahova mentek, akkor engem is. Jó, megpróbál megérni akkor, hogy mindenhova magunkkal viszünk, megpróbál mindenhova elvinni, nem otthon hagyni meg ilyenek, de nagyon sokszor kis tehet róla, mert ő az, aki nem tudom, nem vesz téged úgy nagyon sokszor észre, és úgymond így, nem tudom, bánt, meg minden, megtrollkodik, meg ilyenek. Hát jó van, de te se szokod, például, azért, mikor nem tudod távol, nem veszel észre, akkor nem is mehetek vele. Hát az nem miattam volt, az kis miatt volt, esküm. Még kis azt mondtad, hogy nem jött húsízsuk. Nem, hát csak úgy beleéltük magunkat, meg minden, aztán, ja. Jó, na figyelj, van egy ötletem, álljunk bosszút kisen, okés? Jó. Na, figyelj. Tudom, hogy hol van a husi tartománya, ilyen leltárja, raktára. Mi van, hogyha azt a husi raktárat mondjuk felrobbantjuk, na? Jó, menjünk. Jó, oké, és akkor álljunk bosszút kisen, és akkor husi talán boldog lesz, és végre visszajön. Mára van pontosan. Na, mindjárt mutatom, várjál, nyilván te nem tudod, mert neked biztos, hogy nem árult el. Én is igazából csak egyik este, amikor elment itt arról, akkor kiízéltem, kileselkedtem, azt láttam, hogy ide jön. Szóval eléggé valószínű, meg hát most nem azért mondom, ide van írva, nem kis titkos bunkere. Nem. Jó, Istenem, szegény. Na jó, van. Igen, na gyere le, és ha minden igaz, így is van. Nézd meg a ládákat! Azért, biztos, hogy készen állsz erre a bosszúra? Egyértelmű. Hova rakjam? Ide, hát, úgy, rak csak tele nyugodtan az egészet. Minél nagyobbat robban, annál jobb. Jaj, várjál, hogy ki kéne innen valahogy jutnunk. Gyors lesz, itt kiütöm. Szóval, hogyha meg vagy. Meg vagyok. Oké, és nagyon gyorsan kell futnunk. Föllem mehet, gyere. 3, 2, 1. Jó, gyerünk! Úristen! Nagyon ideges vagy! Nagyon ki leszakad! Ez milyen epik jelenet voltam, ugye, hogy futott el a robbanást, esküszöm! Jaj! Felrobbantak a húsok? Ah, felrobbantak mint. Nincs első a földön. Úristen, nagyon-nagyon ki leszakadva kis... Azt mondjuk, hogy a szomszéd volt. Hát, rá fog jutni szerinted ezt fogni az egész a szomszédra? Egyértelmű. A húsbaltassalt, mert mindig lapott tőle. Jó, végül is rá lehet fogni. Jó, várjál, ott volt a tábla. Esküszöm, írjunk már neki valami üzenetet, na várjál. Itt a tábla. Írjuk neki ki, hogy izé húsboltos itt járt, vagy valami, az cső. Jó. Várjál. A húsboltos bosszúja. Várjátok, bosszúja. Így van, na. A húsboltos volt, esküszünk kis. Nekünk semmi közünk, hogyha látod ezt a videót, akkor ez csak színjáték. Nem mi voltunk, eskü. Igen, nem mi voltunk. Így is van. Hát srácok, a lényeg az, hogy visszajött husi, és újra családtak, szóval most már nem kell attól félni, hogy elmenekül, elszökik, vagy bármi ilyesmi. És hát remélkedünk benne, hogy husi, el fogsz még többet szokni? Nem. Na, reménykedünk is benne. Jó, reménykedünk is benne, hogy többet husi nem fog most már elszokni és végre velünk marad. Szóval srácok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csatlakoztok a tanisták közé, és a leírásba írjatok le, hogy tetszett, meg stb. Meg ilyenek, és ja, találkozunk legközelebb, én Dani voltam, és itt volt velem husi! Hello! Sziasztok!